Gratulálok! Ön nyert egy Csuszi Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Csuszi kódot! Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban! Végre elérkezett a pillanat, bejött az új karakter a játékba, Byron, akit bizony most megpróbálunk megszerezni, de nem megvásárolni fogjuk. Igaz, Mythicről van szó, tehát nem olyan egyszerűen lehet megszerezni, de remélhetőleg szerencsével fogok járni, és ingyen megúszom ezt az egész kalandot. De aki esetleg szeretné megvásárolni az új karaktert, Byront, hát én nem állok az utatokba, viszont előtte ne felejtsétek el a shopba beírni a Csuszi kódot, ha esetleg még nem tettétek volna, nyomjatok ide, aztán írjatok be, hogy Csuszi, és ezzel teljesen ingyen támogatjátok a csatornát, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek, aki használja a kódot bármilyen vásárlás előtt. Lássuk meg, hogy mennyi esélyünk is van egy Mythic karakterre. 27%, ami nem olyan rossz azért. Kezdjük is az első freebox-szal, ki tudja, hát ha ebbe lesz éppen benne, hát meg is őrülnék az első. Sajnos nem. Az első boxból nem esik ki. 53 big box. Let's go! Pörgessük! Menjen, mint az állat! Ott is van egy bónusz. 200-as token duplázó, 105 coin. Peregni fognak a ládák, mint az állat. És hogyha sikerül megszerezni ezt a karaktert, és miért ne sikerülne? Én elég pozitívan állok hozzá, ott van a 200-as token duplázó ismét. Ha sikerül ugye kinyitni, hát persze ugye fullozni is fogjuk, és megszerzünk rá mindent. Gadgetet, Star Power-t, atya ég, mennyi token duplázó. Aztán pedig ugye ki is fogjuk próbálni játékon belül, hogy nullok kupán mit is tud maxosan ez a karakter, és lesz élő adás is, ahol megpróbáljuk minél magasabbra felpusolni ezt a karit, és ott ki fog derülni valójában, hogy ugye milyen is a játékon belül rendes játékosok ellen. Hát a big boxok azok nem igazán adnak most semmit sem, nem úgy látszik, hogy annyira szerencsés lennék, mondjuk még rengeteget annyira nem nyomtunk el, de azért már 25 ott el is van! Nem is vettem észre, hogy ott van, hogy egy item remaining. Hát mi van? Vász! Megint csak panaszkodni kellett. Kész! Hű, de vadul néz ez ki, Mythicként. Csak panaszkodni kell, srácok. Ennyi a lényeg, meg hogy beírjátok a csúszikorot, látjátok, hogy milyen gyorsan kidobta nekünk az arcunkba, pedig nem is volt olyan sok százalék esély. Azt a mindenit, a majom képű kígyó! Let's go! Hát akkor jött is a sok powerpoints rá. A legjobb ilyenkor az ugye, hogyha nem ládákat nyitunk, hanem a PES-en elérhető powerpointsokat rárakjuk erre a karakterre. Hát természetesen akkor, hogyha esetleg más karakterre nem szükséges nektek, de ez a legjobb deal ilyenkor. Bizony, ezt kell nyomni, és akkor a ládákat nem pazar aroljuk el feleslegesen, hanem ezeket, amit erre terveztek, azokat nyomjuk el, mert amúgy meg csak coint kapnánk cserébe, szóval ez jobb, higgyétek el, a powerpointot erre kell eltolni, és hát ezt nem tudom, hogy miért nem lehet most megint a season 3-as megnézni, biztos, hogyha a season 2-t ki tudtam volna húzni ugyanúgy, akkor most ott lennének ezek a jutalmak, automatikusan átrakna oda, de hát én nem fogom a megaboxaimat elpazarolni ilyenekre, dehogy is. Hát ne viccelje már, koma. Nézzük, 200-ast akkor elrakjuk rá. Lehet, hogy mégis ki fogunk nyitni egy-kettőt, mert hát, mivel a powerpointsokat nem tudom az előtti Caesarről, itt meg már az összeset kiszedtem, amennyit csak lehetett. Előtte gyorsan felfejlesszük, hogy legalább a gadget már essessen rá, és azt a mindenét, ott is van, most már a gadget az jöhet. Én azt mondom, hogy jöhet a big box, ugyanúgy haladunk tovább, két items remaining. Az elsőből azonnal 32 coins, Byron 34 powerpoints, és ott is van a gadgetje. Hát ez mi? Na jó, oké, gyorsan elnyomogatjuk, token duplázó, ami nagyon fancy. Ha kell az a fejlesztés rá gyorsba, hogy utána a Star Power-t is meg tudjuk szerezni, ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen égetésnek tűnik, de hát az is amúgy valójában. Á, még egy tip! Hát erre már elég lett volna csak egy sima Brawl Boxot kinyitni. Most már ugye fullozni is tudjuk, jöhet rá a Star Power, és remélem, hogy ilyen gyorsan fog jönni, mint ahogy a most jött. Hát akkor elnyomjuk már ezt a maradék Big Boxot, ami még itt van. És ott is van! 149 coins, és ilyen gyors a Star Power! Mi a fene? Ha csak poénból mondtam, de így jött. Mi?
Ilyen nincs! Ott is van a Star Power! Hát akkor nem marad hátra más, mint hogy kipróbáljuk ugye Reddás játékon belül, nulla kupán maxosan mit tud ez a karakter? Vajon pacek-e vagy sem? Hát eddig még nem látok ugye egy Byron-s, aminek kifejezetten örülök, mert ez a Poison nagyon durva lenne, tehát Byron ellen elég irritáló, mivel kevés HP-val rendelkezel, rátol valaki, hát mondjuk úgy, hogy majdnem kettő is elegendő, főleg akkor ugye, hogyha esetleg van már Power Cube-ot, hát egyszer eltalálnak, fater, az dög lesz, azt ugye tudod, ha kétszer, akkor meg fixen, hú! Jó, hát eléggé irritáló lesz ez számukra, azt már itt az legelején megmondom, hogy azért kis kupán elég vad lesz ez a karakter, én el is megyek Power Cube-ot szedni, bár addigra már jönni fog a Shaodon, tehát le kell számolni az utolsó ellenféle valószínűleg, és látjuk azt, hogy a kettőt rányomok, hát nézzük meg mennyi HP-ja maradt, 2800, ha még egyet rátolok, lehet, hogy döglött volna, és itt emiatt nagyon jó lehet a karakter szólóban annyiból ugye, hogy ha több Power Cube-unk van, akkor stackelődik a sebzés, hogy egyre nagyobb lehet, ugye, mivel alapból többen rendelkezünk, és így már szinte fix, hogy pusztulni fognak, tehát még vadabb lehet, és még irritálóbb ez az ellenfél számára, hogy nem tudja kiszámolni, hogy na most akkor ez mennyi sebzés lesz, hogy éppen meghalok, vagy nem. Hát azt látjátok, hogy már most egy ezrest vágok rá, ami ugye háromszor megy be ennyi idő alatt, és hát még ráadásul a hílelődését is meg tudom akadályozni. Belemegy szegény! Mit csinálsz, fotter? Tehát 8 Power Cube-nál ezres damage per másodperc, 3 másodpercen keresztül. Very nice! Tehát itt kis szinten baromi élvezetes vele játszani. Nem tudom, hogy vagytok veled, de nekem nagyon tetszik a lobby zene és a lobby háttér, és hogy bejött ez, ami 2018-ban volt látható, ez a havas. Szóval egy kicsit ilyen nosztalgia hangulata van az egész játéknak most jelenleg emiatt. Gyerünk, meg lesz, az már dögleni fog. Az már döglik is. Hát kicsit olyan, hogy is mondjam, új érzésem van így a játékkal kapcsolatos, amikor ezzel a karakterrel játszom, és szerintem amúgy az ellenfeleknek is, mert nem igazán számítottak még ilyenre, hát azt tudtuk, hogy a verémnek hasonló damage-e van, viszont nem igazán tudják még ugye, hogy hogyan kellene játszani ezzel ellen a karakter ellen, azt se tudják, hogyan közelítsék meg ezt a karaktert. Ilyenkor az első nap van a legnagyobb esélyünk arra, hogy ugye felpusoljunk az új karakterekkel, nem hiába nyomják ezt a világbajnokok is, hiszen ők is az első nap olyan szintekre mennek fel, hogy mindenkinek a szája tátva marad. Hoppá! Pedig ugye itt egy supportról van ám szó, de mégis azt látjuk, hogy hát behoztuk ide szólóba, aztán jó, hogy ilyen kiskupa szinten, de nagyon vad, és nagyon fun vele játszani. Hát nem tudom, azt nézve egy picit, mint amikor emberrel nyomhattam, hogy így fullosan, beteg a sebzés. És ha már egy-két Power Cube-od van, akkor haláli a karakter. Nagyon toxikus, mondhatjuk így is. Itt csak káromkodni szabad ezzel a karakterre, hogyha ugye szeretnénk minél inkább belejelni magunkat a szerepbe. Hello, szevasz, primo, csőváz. És mivel ugye egy ilyen nagyobb nyílt terepen vagyunk ezen a mappon, itt ráadásul nagyon jól is fog kijönni ez a kari, úgyhogy ez a mai map, és ez a mai nap, ez remek alkalom arra, hogy pusoljunk. Hol vannak az enemik? Hogyha közel harciak, akkor az ugye egy nagyobb királyság számunkra, mert hogyha ugye esetleg távolságiakról van szó, akkor azok az megszivathatnak minket, főleg akkor, hogyha ennyi Power Cube-ban rendelkeznek, mint az az 8-bit, aki hiába kapja a sebzést, ugye? Hát használnunk kellett most egy kicsit ugye a szuperőket is, meg a gadgetet is el kellene nyomni, tehát a távolságiak az ellenfelek, akkor nagy szívás van. És ami még ugye oltári nagy vagy előny, így erre a karakterre nézve, hogy le tudjuk követni az ellenfelet, hogyha a buszban benne van. Tehát hiába van nagy buszrendszer, egyszer eltalálsz valakit, és pontosan tudod, hogy ugye merre mozog, ugyanúgy, mint Crownak az esetében. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon király karakterről van szó. És megy tovább a win streak. Hát normális? Még több win? Eme karakterrel? Ennyi HP-val? Hát igen. Az a helyzet, hogyha például ugye ez a tick mondjuk itt most jelen pillanatban rám mozdulna,
akkor lehet, hogy lennének problémáim, Frovenek, azok nagyon meglepednek minket, illetve ugye azok a karakterek, akik tudnak ugrani, mint például ugye El Primo, Daryl, Crow, ezek szét fognak kapni, vagy pedig ugye, hát Leon, aki stealthbe tud menni, és nem igazán számíthatunk a jöttére, megdögölhetne ön. Hiába rengeteg power cube-ja van, amitől azért vigyázni kellene ezzel kapcsolatosan, de most már enyém az a sok, ami az övé volt. Azt érzem, hogy nagyon nagy mákon van még, hogy kiskupán vannak. Tehát hogy így magas kupa szinten van egy olyan érzésem, hogy akár lehet, hogy szenvedős is lesz vele a pusolás, pont mint mondjuk Colette-tel, bár ugye ez a karakter sokkal élvezetesebb játékban, mint amilyen Colette volt. Mivel ugye, hogyha valaki közelünkbe jön, akkor már nehéz távol tartani, hiszen akkor nem tudjuk hátradobni valami képességgel, meg ilyenek. Akkor nyerhetünk igazán, ha távol tudunk alapból maradni az ellenfelektől. Akkor ott vagyunk a szerenne, oltári nagy range van a karakternek, nagyon jó az a poison, nagyon jó a szuperjének a sebzése is, és még látjátok, hogy szólóban is egész király. Dóban meg milyen lehet, amikor healed a csapattársat, sebzed az ellenfelet. Na szerintem igen, ha Shadowról van szó, akkor inkább dóban fog majd aratni, hiszen egy karaktert azért mégiscsak jobban tud szupportálni, mivel ugye nem tud átlőni dolgokon, nem tud egyszerre mindenkit healed, hanem egyetlen egy targetet tud egyszerre kiszemelni, és azt tudja mondjuk esetleg ugye gyógyítani, vagy hogyha ellenfélről van szó, akkor azt tudja sebezni. Emiatt Dual Shadowban szerintem amúgy brutális lehet ez a karakter, főleg azért, hogy ahogy említettem, és nagy a lőtávolsága, tehát hogyha mellé kap mondjuk egy tankot, aki tud is healelni meg minden, akkor szerintem elég vadak tudnak lenni együtt egy Dual Shadowban valakivel társítva, tegyük fel mondjuk egy El Primoval, vagy egy Rosával. De ha pedig ugye még a szuper és találunk valakit. Ott is van az ellenfél, simán ránk is tud jönni, ami lehet, hogy problémás lesz, viszont rengeteg power cube-ban rendelkezem, és healelem is magamat. Tehát sokan tettétek fel azt kérdést is, hogy a szuperre tudja healelni magát, és igen, tudja healelni magát. Ha magad alá dobod, ugyanúgy healel téged is, és az ellenfélet meg sebzi. 200 IQ, közelharcban best, mivel magadért is healeled és az ellenfeled meg sebzed. Yes, yes, yes. Akkor azt mondom, hogy jöjjön a hatodik win is, ha már ennyire beindult a win streak, azután pedig majd streamben fogjuk folytatni. Érdemes ezzel a karival rámenni a power cube-okra, hogy minél inkább több HP-val rendelkezzünk late game-re. Hát mennyi HP-tok van, more? Hát mind a kettőnek pusztulni kellene. Na és akkor ilyenkor, amikor már mondjuk van 5 power cube-unk, nem állunk olyan rosszul, 5500 HP-nk van, ez olyan, mint egy-két karakternek a kezdeti HP mennyisége. Ebből látszódik azért az, hogy nem a legstrapabíróbb karakterről van szó. És valóban bizony rejtőzik az ellenfél, de nem tudjuk, hogy hol, oppá! A Mortis! Na gyerünk csak, nagyon gyorsan ki kell ezt csinálni, ugye most nem tudna healelődni annyira, hogyha esetleg a szuperét használná, valószínűleg az se healelne magán annyit, mivel ez önmagára is kevesebbet tud healelni, hát ez kezd problémás lenni, el kell nyomnunk ilyenkor egy ammót, viszont ott van a sebzés is, tartjuk a win streaket! Hát nem adjuk itt át senkinek, 6-os win streak vonat, ott is vagyunk, 6 win, egymás után, bam bam bam, az új karakterrel, Byronnal, akivel nagyon fun játszani, gyerekek, hát nagyon fun! Ilyen is így a játékon belül az új karakter Byron sikerült megszereznünk, és hogy említettem is, srácok, számotokra livestreamben, vagy élőadásban fogjuk folytatni, és megpróbálunk minél magasabbra pusholni, ameddig csak lehet vele. Aztán meglátjuk, hogy ugyanez lesz-e a véleményem róla, hogy egy elég jó karakterről van szó. Ha tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, aztán írjátok le, hogy mit gondoltok erről az új karakterről, hogy sikerült-e nektek esetleg megszerezni, és ne felejtsétek el használni a játékon belül a shopban a csuszi kódot, még mielőtt bármit megvásárolnátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban, avagy élőadásban találkozunk, legyetek jók, addig is, na sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egér van! Póló! Bögre! Vagánybögre! És még plüsmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csuszi.hu!